Sziasztok gyerekek, én Dodzsó vagyok, ebben a videóban pedig hát egy olyan dolgot fogunk elkezdeni, amit igazából már régóta terveztem és akartam, már korábbi szezonokban is, viszont például az előző szezonban nem jutottam el odáig, hogy megcsináljak egy FTS modot, most viszont itt vagyunk az FTS 2023-ban, és karriermodot fogunk kezdeni méghozzá a kedvenc csapatommal nyilvánvalóan, a Kispest Honvéddal. Az lesz a célunk igazából, minél nagyobb sikereket elérjünk, így előre nincs kitűzött cél, dobogót kéne elérni, aztán majd meglátjuk igazából. Az lesz a nevünk, hogy Dojo the Boss, tehát hogy csak szerényen kell nyomulni, és hát nyilván akkor Kispest. Igen, 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 és íme a csapat, amit megkaptunk, ami kurvára jó, csak nem, tehát hogy semennyire. Itt a stadionunk, ami hát nem egyezik a valósággal nagyon, viszont ugye a játékban végtelen pénzem van, ez viszont nem biztos, hogy jó lesz, mert nem akarok idehozni ilyen Ronaldókat, meg Messiket, meg mit tudom én, Neymar, ilyen szarokat, hanem próbálunk a realitás talaján megmaradni, úgyhogy igazából a klubba belefordított pénz az nem 18,10 millió font lesz, hanem kicsivel többet beleforgatunk a klubba. Nem tudom én, egy olyan jó 50 millió, annyi elég lesz szerintem igazolásokra, mert vannak olyan játékosok, akiket én szeretnék majd. És ugye itt lesznek majd a meccseink. Egyelőre barátságos meccsekkel fogunk kezdeni. Na de kezdjünk el kikukázni néhány játékost. Azt mondja, hogy a felállás, én egy három védős felállásra gondoltam. Tudom, hogy azt annak idején nagyon nem szerették Kispesten. Legalábbis egy idő után még nyilván, amikor a Rossi alatt volt, akkor azért még nyilván jobb volt. Viszont utána már például Sanninho meg Pisont alatt is már nagyon untuk ezt a három belső védős rendszert. Viszont szerintem az jó, hogyha van egy irányító, aki kicsoda is? Mitrovic, nem? Szerintem Samperio az jó lesz irányítóba. És kell majd Lukic mellé egy másik támadó, mert én Traorét nem érzem elég jónak erre a szerepre. A három belső védő az szerintem ez így jó is lehetne. Viszont Doká azt hiszem szélső, szóval nem tudom. Jó, mindegy, itt most szarakodunk kicsit a csapattal, de hát ez van. Tamás, Krisztián, Jonsson. Akkor kezdjük el kinézni igazolásokat. Igazából egyelőre csapat szerint mennék. Volt ez a Szabó Bálint gyerek. Azt hiszem ő az. És egyelőre egy kicsit kevesebbet adunk érte. És le is igazolhattuk. Hát megvan az első igazolásunk. Szabó Bálint tehát nálunk folytatja. A következő kiszemeltünk az Barát Péter, ugye magyar válogatott kerettag is volt ő. Őt megpróbálhatjuk leigazolni. Kicsit drága lesz, zsebben nyúlósabb ezzel a 6,7 millió fonttal, de hát alkudozzunk, hát azért vagyunk, bazd meg, hát. Rejekt. Jó, akkor mennyi volt eddig? Adjuk érte azt a 6, valamennyit, amit eddig kértek. Nem baj, akkor újra próbálkozunk. Látjátok gyerekek, ez nem megy olyan jó. Ki kell csapni a nagy üzletemberséget, aztán úgy próbálkozni. Jó, ennyi. Meg dől a pénz gyerekek. Na hát gyerekek, Kebánó meg is érkezett, de csak azért, mert tetszett a neve, ő lesz a kebabos gyerek a csapatban. Úgyhogy jött is egy új igazolás, azonnal Kebánó megérkezett Kispestre. Üdvözöljük, tehát nagyon boldog mindenki. Jó, egyelőre ennyi, aztán majd még kéne nyilván csatár. De ja,
majd ha jönnek még transfer ajánlatok. És akkor próbálkozunk is meg az első barátságos mérkőzésünkkel a Sevilla ellen. Kicsit, hát kipróbáljuk egyelőre ezt a kezdőcsapatot, amit én összeállítottam, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan lesz ez, hogyan fog menni. Nyilván a Sevilla ellen nem számítok túl sok jóra, de most arra, hogy játszogassunk egy kicsit, meg kipróbáljunk egy-két játékszituációt, arra most jó lesz. Legalább összeszokik a csapat talán. Gyerekek, az történt, kérlek szépen, hogy a játék kidobott a meccs után, és hát újra kellett kezdeni, de hát leszimuláltam a picsába, kikaptunk 3-0-ra, így legalább reális végeredmény született, látjátok? Mindennek megvan a jó oldala. Viszont a következő meccsre szeretnék néhány új igazolást is berakni a csapatba. Például kipróbálhatnánk Barát Pétert, aki most Sampdorió helyén fog játszani, de szerintem Sampdorió bekerül Mitrovic helyett. A kebabos csávó bekerül a kezdőbe. Jól játszott Bocskai, de egyelőre most cserepadon fog kezdeni. Aztán majd meglátjuk, és Keresi is beállhat. Egyébként a következő meccs a Real ellen lesz, igazából BL győztes, La Liga címvédő, meg Európai Szuperkupa győztes csapat. Nincsen probléma. Mehet is a menet. Friendly Cup, most olvasom, ez akkor lehet, hogy mégiscsak egy kupa. Sőt, valami döntőnek tűnik, mert ott van középen, szóval... meglátjuk gyerekek. Meg kell verni a Madridot, ilyen egyszerű egyébként. Az az a taktika, hogy... baszd előre, fuss utána. Igen, tehát, hogy... Így fogunk neki menni ennek a találkozónak. Nagy csapatfotók. Vannak a srácok, széttetoválva. Ez a Real kezdője. Ezek ilyen senkik, ilyen Benzema, meg ilyenek. Nem is ismerem őket, hagyjál már. Na jó van. Nálunk viszont ott van kebabos gyerek, Zsótér, Lukic, Keresi, ilyen nagy emberek játszanak nálunk. Keresi labdát is szerez azonnal. Hoppá. Tamás Krisztián. Betörhet. Tamás Militao szerel. Keresi. Szép csel. Micsoda Zidane csel. Hát úristen. Bazd meg. Azaz. Lukic. Gyerünk. Nem sikerül nagyon tovább tenni. De egy lövés. Hát ez jócskán mellé. Barát Péter lövése. Nem tudom, hogy milyen hosszú lesz ez a rész, de hogyha ez lesz az utolsó barátságos meccsünk, akkor akár még el is kezdhetnénk az NB1-et, legalább egy nyitófordulót lejátszanék most már. Megjött hozzá a kedvem. Lesz gyanús szerintem Keresi helyzete, de ha már így van, elrúgja mellé. Nem volt Lesz, lehet, hogy tovább kellett volna vinni egy kicsit, de hát ez elkerülte így Courtois kapuját. Ezt kell mondjam, jobbak vagyunk, mint a Madrid. Mi hát nem túl reális, hogy tehát konkrétan szét kéne vágja a hátunkat a saját hálunk, de hát mindegy. Bátrak vagyunk. Az igencsak lesz gyanús megint csak. Nagy Dominik. De Militao leszerelte, jól láttam, akkor Militao volt. Tamás. Tehát ez... Casemiro megkapja, egyébként ő már Manchester United-ben játszik. De ez a mod még akkor készült, amikor ő még nem ott volt. Rodrigo kapura tör, szappanos, Vinicius fölé. Hát mi történt? Hát ez simán be kellett volna, hogy rúgja Vinicius Junior. Mindegy, szappanos vághatja előre a labdát. Előre is vágja, Barát Péter fejeli le. Az még úgy jó is lehetett volna, ha... esetleg tud egy egyeneset belerúgni a labdába, de így már mindegy, a fél időben 0-0. Egyelőre nem cserélek, viszonylag kiegyenlített meccs. De a labda nálunk van többet. Jól játszunk. De a helyzet kihasználás az még nem az igazi. Ez még gyakorolni kell. Közben egy madridi lövés,
De ezt azért szappanos meg tudta fogni. Ajaj, Toni Kroos. Szép szerelés. Ami szabálytalan, de hát mindegy. Lövés, ez is mellé megy. Modric próbálkozott egy szabadrugással. Két csere, lejön Barát Péter és feljön előtte Számpérió, és lejön Kebabos a gyerek, és följön Bocskai, akik az előző meccsen egyébként jól játszottak, de abból szerintem ti nem sokat fogtok látni. Ha már kidobott a játék. Az meg Casemiro. Jó van. Egymásnak adogatjuk a labdákat, mintha izé ingyen lenne, az meg. Pedig ezek drága a labdák. Legalábbis a valóságban. Lukic! Hát ez jó szar beadás volt, na. De Modric kivágja szögletre, ahelyett, hogy hagyta volna kimenni. Nézzük a szögletet. Ez jó lehet. Courtois! Na, egy komolyabb helyzet itt a második fél időben. Vinicius. Nagyon szépen adtuk oda neki a labdát egyébként. Telik az idő, közeledünk a meccs végéhez, most már csak negyed órányi játékidő van hátra a meccsből. És kétszer egymás után belerúgjuk az ellenfélbe a labdát, de szerencsére komoly baj nem lesz belőle. Alaba. És egy lövés gól! Lukic! Micsoda dráma itt a végén, kérem szépen. Amikor már gondolkoztam rajta, hogy behozom Traorét. Lukic. Lehet, hogy győztes gólt szerez. Hát ez szép volt, na. Azért ez szép volt. Nagy volt a passz is. És hát lemaradt Militao Lukicról. A 87. percben megszerezzük a vezetést a Real Madrid ellen. Továbbra is a realitás talaján mondhatni. Ez most szarpoén volt, tudom. Köszönöm szépen, kérlek ne akaszd fel magad ezután, ha nézed a videót, nem tudom, akárki. Zsótér. Á, nem jó, nem jó, Courtois. Bum, átemeljük, de mellé megy. És hát ez egy elég bravúros eredmény lehet, ha bár az előző Sevilla is kifejezetten annak számít, legalábbis szerintem egy 7-0-ás Sevillai győzelem az mindenképpen bravúros, és itt sem lesz csak 1-0 vége. Lukic duplázza a góljai számát és a csapat előnyét is, 2-0. Eldőlt a meccs. Ugye 90. perc után, nem tudom mennyi volt a ráadásod, fekszik is egy játékosunk szegény, Sam Help. De hát itt a vége, hát 2-0-ra legyőzzük a Real Madridot, kérem szépen, és nagy ünneplésbe kezd az egész csapat, mert hogy mi történik, nyertünk egy egy valamilyen kupát, ilyen brazil zászlók vannak. Hát hurrá, hát nézzük a statisztikákat, hát abszolút kiegyenlített meccset sikerült megnyernünk, jobb helyzet kihasználásnak köszönhetően. Ja, Lukic lett a meccsembere, mert hát duplázott. Hát ennyi. Ezt így kell, gyerekek. Ennyi vagy Real Madrid, gyere rám. És jöhet az OTP Bankliga első mérkőzése a Debrecen ellen. És ez szerintem bele fog férni ebbe a videóba. Megnézzük a transfer, vagy várjál, MyClub. Hol kell megnézni az e-maileket? Itt van.
Ez mi az? Hát elfogadjuk, hát Osasuna, hát elviszik Mitrovicet az Osasunába. Pénz, van pénz. Ez ki a faszom? Strasbourg elviszi Lukicsot. Rejekt. Nem, Lukics nem megy sehova. Előbb halok meg. Á, mondjuk nem, de... Jó, Plakuszcsenko vagy ki a gecivel, megy a Kecskemétbe. Jó van. Ki vagy te? Dominges, mehetsz. Menjél, bazd meg. Amerre akarsz, menjetek. Több embert nem tudunk eladni? Jó van. Akkor megvannak tehát az igazolások. Majd lesznek még állítva itt a messzámok. Azt lehet egyáltalán. Hölgyeim és uraim, újabb sztárigazolás érkezett. Jött ez a nem tudom kicsoda, akinek kimondhatatlan neve van. Posztra muszáj volt igazolni játékos, mert Tamás Krisztiánon kívül nem volt más ember a posztra. Egyébként kialakult nagyjából a keret. Azt kell, hogy mondjam, hogy elégedett vagyok ezzel így, a mostani állapottal. Szóval, hogy ja, ezzel a kerettel fogunk nekivágni a Debrecen elleni mérkőzésnek, és majd későbbiekben még alakulgat majd a csapat. Egyelőre van egy-két fáradtabb játékos, akiket most kihagyok majd a kezdőből. Be kell vetni a fiatalokat, úgyhogy Lovrics helyén Szabó Alex lesz, és Tamás Krisztián helyén pedig hát VL-be kipróbáljuk ezt a bonyolult nevű gyereket. Szabó Bálint bekerül a meccs keretbe Kocsis helyére, és akkor ez lesz a kezdőcsapatunk tehát. Na, jöhet tehát az első mérkőzés. Óriási készülődés itt a Bozsika stadionban. Tehát Honvéd Debrecen meccsel kezdődik az OTP Bank Liga első forduló. Célunk egyértelműen a bajnoki cím, tehát meg sem állunk. És ameddig az mindegy, hogy a videó elején elmondtam, hogy nincsen kifejezett célkitűzés, a dobogót célozzuk meg. Egyből a bajnoki címre kell menni. Változtak az elvárások, amióta legyőztük a Real Madridot. Elszálltunk magunktól. Ez a kezdőcsapatunk, ez pedig a Debrecené, tehát ez senkit nem érdekel. Úgyhogy következzen tehát a Honvéd Debrecen összecsapás. Piros-feketében, hazai mezében a Honvéd, és sima fehér mezben a vendég debreceni alakulat. Egyből egy nagy lövés, amit Megyeri véd. Ugye nálunk játszik Varáth Péter, egykori debreceni játékos, hiszen onnan igazoltuk le a válogatott focistát. Egyből visszaadjuk neki a labdát. Hoppá, micsoda csel! Megette reggelire, hát mi van? Beejti a kapus, mi történt? Mi a fasz történik, kérem szépen. Ott egy fejes gól! Barát Péter volt csapata ellen, azonnal gólt szerez. Vezet a Honvéd. Ennyi. Itt jön a szöglet, és már az előző kapus hiba után is már azt hittem, hogy gól lesz, de úgy néz ki, hogy végül csak ebből születik találat. Barát góljával vezet a Honvéd. Már a 9. percben megvan az első bajnoki gólunk. Ezt nem tudom, hogy itt mi volt most az elképzelésem, de hát ezt most kicsit elcsesztem. Nem baj. Megyeri rúghatja előre. Keresi. Be középre. Ott a második. Kebabos fiú első gólja a csapatban. Nagyon büszke vagyok rá. Eleve őtőle indul a támadás, aztán tovább tette Barátnak, aki vissza Keresinek, és így visszakerült hozzá. Kebabos gyerek góljával 2-0 a 19. percben. 10 percenként rúgjuk egyelőre a gólokat. Itt a végére ez még nagyon csúnya verés is lehet, ha így marad. Bódi szépen elveszik a labdát, és ez nem lesz jó, Megyeri elrúgja a halálba.
Kicsit fékezni kell magamat, mert túl sokat káromkodok, pedig nincs rá túlzottan okom, ugyanis jól megy most a csapatnak. Legalább itt a játékban van ennyi örömöm. Na, ez mondjuk itt pont felidegel. Bévárdi. Babunszkinak tovább. De ez Landes, vagy ki a gyász? Szép szerelés. Azaz. Keresi. Lukic irányába. Lukicnak ez egy szép ívelés. Senki nem jön középen, úgyhogy Lukic beadja üres területre. Ott a lövés, ott a harmadik zsoltól. Ez eddig nagyon sima meccs. Ez eddig nagyon sima verésnek tűnik. Zsótér golyával 3-0. A 30. percben. Hát most kicsit késett ez a gól, amit mondtam, hogy 10 percenként fogjuk szerezni. Mennyi már? Az meg rúgjat fő. Jó van. Sárgalap. Ennek a nem tudom milyen gyereknek. Egyébként a bíró ugyanolyan színű mezben van, mint mi, ez nem tudom mennyire zavaró a játékosoknak. Mert nekem meg kicsit az, de azért kicsit rikító pirosban van. A bíró, a szappanos most nagyon elcseszte. Bazzai nem figyeltem oda. Pofázok itt a helyet, hogy a meccsre figyelnék. Szép itt a Debrecen, mindegy, belefért. Most ennyi hiba. Ezt most elcsesztem. Legalább lesz ennyi kínos dolog a videóban. Nem baj. Egy lövés! Ekkorát védett Negyeri. Zsótér beadása. Gól. Kebabos duplázik. Ez most meglepődtem, mert ez így oldalhálónak tűnt nekem. Nézzük meg. Nem, ez gól volt. Ja, ez bement. Csak átment a hálón a labda, úgy döntött. 4-1 a fél idő. Ez kicsit durva. Kezdés. Dzsuzsák. Babunszki. De menj már rá! Ó, hogy... ez mi volt? Na, a debreceni szöglet legator. És Bódi szép itt, 4-2, hoppá. Mi van? Mi történik a pályán? Micsoda gólgazdag félidőt látunk. Két perces hosszabbításból már kicsit sok eltelt szerintem. És le is kell, hogy fújja a játékvezető, igen. Hát 4-2-re vezetünk az első bajnoki meccsünk fél idejében. Kebabos gyerek duplázott, Barát Péter és Zsótér pedig gólt rúgott. A debrecenieknél pedig ez Dezlandez és Bódi rúgta a gólokat. Illetve szerezte, már volt fejes is. Jó, nem érzem, hogy cserélni kéne, de legalább jó gólgazdag meccs van. Van mit bevágni a videóba. És végrehajtjuk első cserénket. Nagy Dominik helyett följön Szabó Bálint, a Paksból igazoltuk a fiatal játékost. Egyébként ő jó teljesítmény nyújt a Paksban, így a valóságban is, úgyhogy azért gondoltam, hogy leigazolom, mert szívesen megnézném a Honvédba. Ez egy eladott labda. Mennyi? Jó, szappanos. Elküldi a világba. A vak világba. Ezt akartam mondani, igen. Hát ez meg nem túl jó passz. Draskovics. Ez meg kimegy bedobásra. Marad a 4-2. Amilyen gólgazdag volt az első fél időt, a második fél időre itt lecsendesedtek a kedélyek. Dzsuzsák ez nem tudom mit csinált. De hát jó van. Szappanos. Ez milyen lapos kirúgás volt már. Bévárdi. Visszaszerzi tőlünk, hogy cselezgetni akartunk a 16-oson belül, de nem ment. Én meg jó nagy fasz vagyok, és Lukicsal kiharcolok egy piros lapot Lukicsnak, ami baj, mert első számú gólszerzőként ez nem biztos, hogy jó lesz neki. Viszont végrehajthatunk akkor további cseréket. Egy ember hátrányban az egy kicsit nehezebb dolgunk lesz itt az utolsó 20 percre, de hát most már csak nem fog a Debrecen gólt szerezni. Zsótér. Jó lesz az, jó lesz az.
Barát Péter. Ott van középen, keresi. Keresi. Fölé vágja, bazd meg. Hát, fiam, ezt elcseszted. És kettős cserre lejön, keresi, feljön Számpérió, és Bocskai érkezik Kebabos helyett. Kebabos jól teljesített, duplázott is. Úgyhogy vele elégedett vagyok, Keresivel most azért kevésbé, mert nem volt olyan már igazán jó. Ez a bonyolult nevű gyerek jön. De nem jutunk vele sokáig, nem kéne most már, hogy gólt kapjunk itt a végére. 4-2 az jóval jobban néz ki, mint a 4-3. Különben is ez 4-1 kéne, hogy legyen, csak most balfaszkodtam egy kicsit szappanossal, hogy szorosabbá tegyük a meccset. Nem, egyébként ez most tényleg véletlen volt. Úgyhogy most már lepasszolgatjuk ezt a maradék időt szerintem. Megpróbálom felépíteni egy támadást ilyen passzolgatásból. Aztán meglátjuk, meddig jutunk vele. Na, addig például eljuthatnánk, hogy... rúgjunk még egy gólt, de nem. Ez még jó lehet. Jó, ki a szélre. Bocskai. Beteszi középre, elvágják onnan. Meg meglehetett az ötödik kispesti gól itt a végére, Zsótér. Beteszi, és a vonalról mentenek szerintem. De ott van még egy fejes Dreskovic. Aztán a lövés lepattan. Jó volt a blokk. És még jöhet a Debrecen. Jöhet, ne, de megszerezzük a labdát. Jó. De most a lesed, de úristen. Itt egy előszabály volt, és visszafújta a lest most, hogy lesen volt a játékosom. Nem tudom amúgy, hogy ilyen komi a szabálykönyvben a megírt dolog, de nem is számít, ugyanis 4-2-es győzelemmel kezdjük az OTP Bank Liga küzdelmeit. Magabiztosan játszottunk szerintem. És most már az első fél időben elrendeztünk a dolgokat. Ennyi, gyerekek, így kell ezt. Barát lett a meccs embere, aki hát gólt szerzett volt csapata ellen. Így kell ezt, így kell ezt. Ami nagyjából kiegyenlített volt mezőnyben a játék, viszont helyzetből azért jóval több volt nekünk, mint a Debrecennek. Úgyhogy 4-2-es győzelmet arattunk a DVSC ellen, a Bozsik stadionban, itt a nyitó meccsen. Úgyhogy ez ennyi lett volna. Igazából köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő rész nem tudom mikor érkezik, de ott már tovább fogunk haladni a bajnokságban, és még egy-két igazolást is tervezek. Addig is viszont, sziasztok!